Reális Zöldek Klub elnöke, Jós László úr a vendégünk, azt mondja, hogy hát lehetséges, hogy a Bős-Nagymarosi vízlépcső magyar oldalát mégiscsak meg kellett volna építeni? Hát azt igen, azt meg kellett volna építeni. Ugye láttam a felvezető szövegben, hogy a Reális Zöldek szeretnék a Nagymarost felépíteni, Nagymaroson, mert egyébként ezt nem nagyon tudja a közvélemény, hogy Nagymaros az felépült, csak nem Magyarországon, hanem a Stefán Kirhétől Bécs legnagyobb templomától délre 8 kilométerre Freidenau-nál. És eddig a Freidenau-i erőmű termelt az osztrákoknak, hát ugyan 25 terawattórát, tessék elképzelni, hogy az osztrákok évi villamos energiafogyasztása körülbelül 100 terawattóra. Tehát a negyedét megtermelik a Dunán? Nem, 92-től termelt összesen. Tehát éves szinten, tehát nem mindegy, persze. Mi értelme lenne most azt a vitát megnyitni, hogy kell-e nekünk vízlépcső a Dunán? Hát azért kellene ezt a vitát megnyitni, mert a Hágai Nemzetközi Bíróság az egy ENSZ bíróság, és a feleket jóhiszemű tárgyalásokra kötelezte, és a Hágai Nemzetközi Bíróság ítéletéből az következik, hogy ezt a vízlépcsőt meg kell építeni úgy, ahogy 94 után a Horn kormánynak szándékában volt ezt megépíteni. Ugye aztán 2002-ben, akkor egy ilyen félre, amikor a Medgyessy lett a miniszterelnök, akkor ezt az egész Hágai Nemzetközi Bíróság ítéletét, amit egyébként 7-1 arányban sajnos Magyarország elvesztett, csúnyán elvesztettük, ugye. Talán a közvélemény azt is nagyon nem tudja, hogy a Hágai Nemzetközi Bíróság, amit már említettem, egy ENSZ bíróság, és az nem egy olyan bíróság, hogy van egy alperes és van egy felperes, hanem a bíróság kizárólag csak abba hozott ítéletet, amiben a felek egy alávetési nyilatkozatban kérték ezt az alávetési nyilatkozatot, akkor a Magyar Köztársaság nevében Göncz Árpád köztársasági elnök írta alá, három példányba kellett elküldeni, ugye egyet az ENSZ-nek, stb. Így lényegében tehát a Nagymaros felépült, a Bős pedig termelt a szlovákoknak, eddig tegnap kaptam a Bősi erőmű vezérigazgatójától egy tájékoztatást, hogy eddig Szlovákiának termelt 50 terawattórát, tehát amikor Magyarországnak 42 terawattóra a évi összes bruttó villamos energiafogyasztása, akkor Szlovákiának ez eddig termelt 51. Jó, ezt értem, ugye ezek azok az érvek, amik mellette szólnak, rengeteg szól ellene, hát most nem menjünk messze, ez a rendszerváltás, ez a rendszerváltás szimbóluma volt megakadályozni az erőmű felépülését. Emlékszik erre, hát hogy ne emlékezne. Hát persze, azt szokták mondani, hogy környezetkárosító, azt szokták mondani, hogy tönkreteszi a sziget közt, azt szokták mondani, hogy tönkreteszi magát a Dunakanyart is. Hát ezek ellenérvek. Hát most műsorvezető úr is egy kicsit félrevezette, bocsánat, a közvélemény sziget. Eszem ágában nincs. Azért, hogy vitatkozzon velem, ha ebben nincs igazad. De a sziget köz és a Nagymaros az körülbelül 100 kilométerre van egymástól. Bős 92. De hát, amikor az építkezés zajlott is gond volt a szigetközi vízpótlással, emlékszik? Hát persze, szigetközi vízpótlással már 1954-től probléma volt, ugye, mert szigetközben a Dunának nem volt soha állandó medre. Az az öreg Duna meder, ami most is létezik, az egy ásott meder. És ugye, ahogy a osztrák szakaszon belépcsőzték, és a német szakaszon belépcsőzték a Dunát, annak következtében egyre mélyült ott a Duna medre. Uh-huh. Szóval azt mondja, hogy ezek a környezetvédelmi szempontok, ezek hamisak. Ezek hamisak, bizony. Gazdasági értelme lenne felépíteni, és egyébként pedig van egy hágai bírósági döntés, amely kötelez is minket erre. És akkor most? Hát akkor most neki kell kezdeni a szlovákokkal erről beszélni, és megegyezni abban, hogy a Nagymarost mi magyarul... De a szlovákok sem döngetik az ajtót. Hát a szlovákoknak nem fontos. Hát minek? Hát ők házon belül vannak. Hát egyszer mondtam, termelt a Szlovákiának 50 terawattórát a Bős, akkor most minek? De a megegyezés szerint ez volt a rendszerváltás előtt az egyik legjobb nemzetközi szerződése Magyarországnak, mert valamit az elcsatolt területekből visszaadott, hisz a Bős termelésének a fele bennünket illett volna meg. Tehát a fehér szénet nekünk termelték volna meg ez ott. A, ez a tri-
Trianon történet, ez viszont már egy másik fejezet. Így van, de hát ügynek. Én örvendek, hogy meghívott szerkesztő úr, és legalább a közvéleménynek a hiteles tájékoztatása megtörténne, akkor kisülne mindaz a gazemberség, amit ezzel a tudja, abban, amit most mi itt beszéltünk, és amit ön most itt elmondott, szerintem abból is óriási vita lesz, de az nem baj, mert minden vita előre visz, csak értelmet találjunk utóbb benne. Köszönöm, hogy és még egyszer köszönöm, hogy az ATV kimozdította ezt az ügyet.